Sivat, Mircea Sándor úr, Fészere! Vivat! A hagyományőrző huszárok Mircea Sándor veterán előtt tisztelegnek. A háromszéki barátoson született, és a mai napig itt élő gazdálkodó ugyanis egyike azoknak, akik az Árpád vonalon honvédként védték a hazát a II. Világháborúban. Nem könnyű olyan életformát választani vagy kidolgozni, amelyikben egy szívvel és egy lélekkel egyformán lehet küzdeni. Bóné Barna református lelkész nem csak hősies kiállása okán köszöntötte az ünnepeltet, hanem azért is, mert hűséges tagja az egyházközségnek. A Kézdiszéki Hagyományőrző Huszár Egyesület pedig a katonai tiszteletadás mellett Sándor bácsi 96. születésnapján emléklappal köszönte meg, hogy félelmet és megalkuvást nem ismerve harcolt a hazáért, és életével örökértékű példát mutatott emberségből, kitartásból és hazaszeretetből. A mai ünnepségnek az volt a célja, hogy azokat a régi katonákat, veteránokat, háborús veteránokat felkeressük és köszöntsük egy katonai tiszteletadással, akik annak idején a hazáért harcoltak és mindent megtettek a haza érdekében. Az utódok számára igazán komoly mondani valója van mindannak, amit ezek az emberek tettek, és amit mi most felevelítünk. Az ünnepség után néhány nappal otthonában kerestük meg Sanyi bácsit, ahol felesége, három lánya és egyik unokája társaságában szívesen mesélt a háborús évekről. 43. októberben bevittek, és akkor 44-ben tavasszal beosztottak a határőrség zászló alá. A határokra kizettek a határ, voltam zágon felett, voltam ojtosban, voltam a Nagy Sándor tetőn, úgyhogy több helyen csináltuk a szolgálatot, ahol kellett. Az egykori honvéd által említett helyek mind az Árpád vonal mentén helyezkedtek el, a legádázabb csaták pedig épp a szovjet betörés időszakában zajlottak. Akkor, amikor mindezt a szövetségesek repülő támadásai is segítették. A repülő csapatok is jöttek, a repülő támadás. Angol, amerikai gépek jöttek, azok a karikák rajta az oldalán. Már úgy ismertük, mert ha megjelentek, ott porozott minden, ott ahol ők elmentek, ott ahol egyet-kettőt tértek azok a repülők, ott onnan menekült mindenki. A keleti Kárpátokban kiépített Árpád vonal védői nem tudtak sokáig ellenállni a túlerőnek, így Mircea Sándor is fogságba esett. Nem is egyszer, de mindig sikerült megszöknie. Egyik alkalommal a sok mindenhez értő gazdálkodót több bajtársával együtt egy felrobbantott híd javításával bízták meg. Megemlítettük a tolmásnak, hogy arról volt a szó, hogy ha a hidat elvégezzük, a szekér keresztül mehet rajta, akkor papírt adnak, és mehetünk haza. Na de ez átjött az a nap, 2-3 és nem engedtek. És akkor úgy döntöttünk, hogy elszökünk. A szökevények sok viszontagság után értek haza, otthon pedig a munkatáborokba való elhurcolás réme fogadta. Míg magyar kevel lehel, benne szívdobog, élni fog szép hazám, míg a föld forog. Sanyi bácsi, mint sok kortársa, többször volt magyar, illetve román állampolgár, de amint lehetősége adódott, ismét büszkén kérte honosítását. Nagy öröm volt az egész család számára, hogy ennyi évesen megérhette azt, hogy ő újra magyar ember lehessen. Sanyi bácsit lányai, unokái és dédunokái körében szeretet veszi körül, s nem csupán a háborús időkről mesél szívesen, hanem egész gazdag életéről. Jó egészségének köszönhetően a mai napig gondozza a háztáit, s ha kell, korát meghazudtoló fürgeséggel ül fel a kerékpárra. Valahogy úgy, ahogyan a sok szenvedéssel, ám rengeteg örömmel járó életében mindig is tette.